Immár 6 éve, hogy a szadaiak minden évben megemlékeznek Ciberiné Szitó Máriáról, a település temetőjében felállított kopjafájánál. Mária 35 éven át volt Szada közéletének és kulturális életének meghatározó alakja. Gyűjtötte a helyi népdalokat, szokásokat, melyeket később könyvbe is foglalt, és ő volt a Szadai Népi Együttes megalapítója. 2009. június 11-én hunyt el, emlékét ma is nagy szeretettel őrzik. A megemlékezésre, mint minden évben, Mária férje Imre is ellátogatott Békés Szent Andrásról. Megemlékező beszédet mondott Oroszi Sándor, Szada polgármestere. Marika 6 évvel ezelőtt távozott el közülünk, június 11-én. Ennek az emlékünnepnek köszöntése, emlékezet, felidézése történik most. Úgy érzem, és mindannyian úgy érezzük, hogy szeretett Marikánkra ez a falu emlékezni fog. Emlékezni fog. Most, jövőre és minden évben, mert ő volt az, aki a 70-es évektől folyamatosan Szadán azt kutatta, hogy a változó korba hogy tudja megörökíteni számunkra a múltat, hogy tudja megörökíteni életünk fontos állomásait, hogy tudja a szadai néphagyományt összefogni, amire érdemes emlékezni. Ő volt az, aki szorgalmazta a tájházat, szorgalmazta ezeknek a nagyon fontos néphagyományi anyagoknak az összegyűjtését. Kedvessége, közvetlensége, szorgalma páratlan volt. Szinte minden család a barátja volt, mindenütt megfordult, mindenkihez volt kedves szava, és mindig a cél állt előtte, hogy ezekért az emberekért, akik Szadát megteremtették, Szadát föntartották, ezekért az emberekért tegyen valamit. És azért az emlékért, ami a megtartás, a továbbvitel értékét adja, én úgy érzem, hogy Szada minden polgára nagyon sokat köszönhet neki, és én azt hiszem, hogy ma is ugyanolyan szeretettel veszik körül, ha megemlítjük nevét, mint akkor, amikor itt volt köztünk. Emléke bennünk élni fog, és a szadai értékek kapcsán is mindig hálás köszönetet fogunk mondani Szitó Marikának. Most majd mindenki oda teszi a virágját. Csöndben és Marira gondolunk. És 6 órakor a tájházban szintén vele kapcsolatos dolog történik, hiszen annak a könyvnek a bemutatására kerül sor, aminek az eredete megint csak Szitó Mariban gyökerezik, hiszen az ő ötlete volt, hogy az ezredforduló után a legidősebb szadaiakat fényképezzék le. Ebből a fényképgyűjteményből mutatjuk be ott a könyvet. Mindenkit szeretettel várunk oda is. Amen.
Már hagyomány szadán, hogy a megemlékezés a Mária kezdeményezésére létrehozott tájházban folytatódik. Idén könyvbemutatóra és a könyv képeiből készült kiállítás megnyitójára került sor. Fuszenekker Ferenc és Lőrinc Ferenc fotóművészek képeiből összeállított kiadvány a Szadai Arcok címet kapta, mely Ciberiné Szitó Mária által megálmodott helytörténeti füzetek harmadik darabja. Egy olyan könyvről lesz itt szó, amihez szintén volt Marikának köze. Az ő ötlete volt, hogy az idős szadaiakról készítsenek szép fényképeket. Ezek a fényképek már láthatók voltak, kinagyítva most is láthatók az időszaki kiállítóteremben, de úgy gondoltuk, hogy a másik két fotó fényképgyűjtemény mellett mindenképpen fontos lenne, hogy ezt is megkapja minden szadai ember. Hogy megkaphatja, az annak köszönhető, hogy az előző szadai képviselőtestület lemondásakor az összegyűjtött pénzt, tudnék, nem vették fel a tiszteletdíjukat, jótékony célra fordították, többek között a tájházra. Ennek a könyvnek a költségeit ebből tudtuk fedezni, most is nagyon szépen köszönjük. Minden, amit itt láttunk, az egy óriási munka eredménye, amit már a temetőben is említettem, és ennek az óriási munkának az úttörője, összefogója Szitó Marika volt. Szitó Marikán keresztül itt nagyon sok olyan szadai lakos van most is jelen, aki ebbe a gyűjtésbe, ebbe a munkába, ebbe az összetartozás táplálásába részt vett. Nagyon sokan segítették az ő munkáját, nem véletlenül. Azért is, mert fontosnak tartották, azért is, mert szerették őt. És ma is láthatjuk, egymásra épültség van, mert folytonosan megújulunk, folytonosan követjük az útmutatást, és mindig újabb és újabb adalékokkal bővítjük múltunk bemutatását. A kiadványt dr. Illés Sándor irodalomtörténész mutatta be. Ezzel az albummal válik teljessé az a helytörténeti és egyben fotótörténeti vállalkozás, amely egy falu közösség tagjait állítja elénk a 20. század elejétől az ezred végig. Az albumok lapjain egy élő közösség alakjai, arcai sorakoznak újabb és újabb generációként egymás után. Ezek az alakok, ezek a törzsökös szadai arcélek legalább oly fontosak számunkra, mint a nemesi családok udvarházaiban a felmenők képtára. Ez a három album lehet a mi nagy Ivánunk, ami történeti csarnokunk, ezekhez fordulhatunk, ha családunk vagy rokonságunk korábban élt tagjait szeretnénk megidézni és bemutatni az ifjabb nemzedékeknek. A Szadai Arcok című harmadik kötet alcíme szerint ezredvégi fényképek szadai emberekről már nem állítódhatott össze korábbi fényképek felkutatásával. Az ezredvég idős generációjáról új felvételeket kellett készíteni. Erre a munkára két fotóművész vállalkozott, Fuszenekker Ferenc és Lőrinc Ferenc. Közös munkájuk a most bemutatandó Szadai Arcok című album is, amelyen mintegy két évig dolgoztak. A két mester albumunkban tetten érhető portré felfogása, ha nem is azonos, de egymáshoz igen közel álló. Jól tanulmányozható ez azon 12 portré esetében,
amikor a házaspár egyik tagját Fuszenekker Ferenc, másikat pedig Lőrinc Ferenc fényképezte. A bal és jobb oldalon látható arcmások a lényeg látása és láttatása terén ugyanúgy harmonizálnak egymással, mint amikor egy művész készíti mindkét portrét. Az eszközök felhasználásában azonban kisebb különbségek tetten érhetők, főként a kivágás, a háttér és a fény használata terén. A legmarkánsabb különbség a tekintet megragadásában van. Fuszenekker alakjainak többsége szembenéz a kamerával, míg Lőrinc modelljeinek tekintete a pillantásnak teret hagyva gyakrabban irányul másfelé. Mindkét művész készít olyan felvételeket is, ahol a személyiség megragadásában a kezek ábrázolása jelentős segítséget ad. Az elfutó idő sugallatai, ezek a beszélő kezek, az egymáson pihenők, az összekulcsoltak, az archoz simulók, a fényképet vagy órát tartó kezek. A portré készítőinek a legnagyobb kihívást nyilvánvalóan az jelentette, hogy ismeretlen emberek személyisége számukra gyorsan ismerté váljon. Enélkül jó felvétel ugyanis nem jöhet létre. A portré a lényeglátás magas iskolája. Célja a láthatatlan láthatóvá tétele, a személyiség megragadása, megörökítése. Az albumban szereplő 64 arcot gyermekkorom óta ismerem. De ismerem jellemvonásaikat, karakterüket, kedélyüket is, hiszen közöttük, velük és általuk nőttem fel, láttam őket munkában, piacon, lakodalomban és temetésen, templomban és kinn a mezőn. Testi és lelki rokonaim valamennyien, akik tisztességre tanítottak nehéz viszonyok közepette is, tartással, emberi méltósággal, derűvel. Mindezt azért mondom el, mert némi szorongással vettem először kézbe ezt az albumot. Féltem attól, hogy nem minden esetben a bennem élő alakok, arcok állnak majd előttem. Ám két mesterünkben nem kellett csalódnom, ezek az arcok ugyanazok, akiket ismerek, jellemük vonásait képmásukról ma is leolvashatom, ahogyan a kötet visszaemlékezéseiben megörökített nehéz sorsukat is. Talán éppen ezért sikerült megőrizniük derűjüket, emberi tartásukat, méltóságukat, tisztességüket. Mindez benne van az albumban, mert Fuszenekker Ferenc és Lőrinc Ferenc az igaz művészet erejével megörökítette, időtállóvá tette számunkra. Mindannyiunk nevében köszönet érte nekik, és mindazoknak, akik az album létrejöttében feladatot és szerepet vállaltak. Novák Lászlóné, a tájház vezetője, köszönetet mondott a két alkotónak, a nyomdai kivitelezésért Várlak Imrének és a füzet grafikai tervezésért Kecskés Zoltánnak. A megemlékezésen a település volt polgármestere Vécsei László is részt vett. Június elején, június 10-e környékén, ez már szinte hagyománnyá vált, hogy egy főhajtásra összegyűlünk Szitó Mária emlékére, aki az elmúlt 30 évnek meghatározó szereplője, személyisége volt a szebei kulturális életben. Az ő munkáját dicséri, többek között az ő munkáját is dicséri ez a tájház, ami egyre szépül, és évről évre újabb látnivalókkal gazdagodik. Most is egy ilyen kiállításnak vagyunk részesei, éppen az évfordulóhoz kapcsolódóan, és nekem külön örömemre szolgál, hogy
előző képviselőtestület által az alapítványnak átadott pénzösszegből egy nagyon szép kiadvány készült. Éppen Mária indította el még évtizeddel ezelőtt azt, hogy az idősszadai arcokról egy sorozat készüljön, és most ennek a sorozatnak a harmadik kötetét is kézbe vehettük. Megint csak Lőrinc Ferenc és Fuszi Necker Ferenc értő művészi kivitelezésében egy gyönyörű füzet, úgyhogy látjuk, hogy a képviselőtestületnek az adománya az jó helyre ment, és ezzel Szadakösségnek ez az archív helytörténeti anyaga egy nagyon-nagyon szép értékes darabbal gazdagodott.